Köszöntjük a Pécs TV nézőit, önök kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják. Ebben a műsorban visszatekintünk a múzeumok éjszakájára, és ellátogatunk az űrbe, vagyis a pécsi M21 galéria az űr című kiállítására. Tartsanak velünk! Este van, már este van, még az ég is festve van. Idézett Cseh Tamás Műcsarnok című énekéből. Talán mottója is lehetne a múzeumok éjszakájának, az országos programsorozatnak, melyhez idén is csatlakozott Pécs városa. Tárlatvezetéseket, zenei és képzőművészeti eseményeket, szakmai beszélgetéseket épp úgy szerveztek a Janus Pannonius Múzeum munkatársai, mint előadásokat, gyermekprogramokat, játékokat és bemutatókat. Hát mindig tele vagyunk újdonsággal, mert igyekszünk az éppen aktuális kiállításainkhoz programokat találni. Úgyhogy most ebben az udvarban, ahol éppen vagyunk, szerintem ha körülnézünk, akkor itt mindenki látja, hogy valamilyen oknál fogva japán kütyük, és ott bent az épületben pedig éppen egy japán koncert, Kotó koncert zajlik. Nos, ez azért van, mert a héten nyitottunk egy japán kerámia kiállítást, és próbálunk ehhez kapcsolódni. A szomszéd udvarban egy Baranya Aranya című kiállítást nyitunk gyakorlatilag most, ezekben a percekben, és itt ahhoz kapcsolódóan vannak mindenféle nagyon klassz régészeti programjaink, ugyanis az egy olyan leletanyag, amit most kiállítunk, ami tavaly egy autópályás ásatás kapcsán került elő, egy kora avarkori temetőt találtak a kollégáink, és az ebből származó tárgyakat állítjuk most ott ki. És ehhez kapcsolódóan meg lehet tekinteni, és ki lehet próbálni egy kicsit a régészek munkáját. Tehát bemutatjuk a drónozást, a fémkeresőzést, de lehet pénzt verni, és mindenféle egyéb izgalmas, akár 21. századi rekonstrukciós dolgokat is meg lehet tekinteni. De tele vagyunk koncertekkel, izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal, és ez valami fantasztikus. Hogy valójában tulajdonképpen 6-kor kezdtünk, egy-két kivétellel, de itt már 5-kor akkora forgalom volt, hogy csak na. Úgyhogy ennek örülünk. Volt is miért örülni a szervezőknek, de a látogatóknak is, mert számos helyszínen várta őket. Tárlat, koncert és különféle események. Satzper kb. 17 helyszínen van, több mint 50, sőt 60-nál több programunk, úgyhogy érdemes is jönni. Korábban az események résztvevője, idén szemlélője volt Horváth Tamás pécsi író, önkormányzati képviselő, a város kulturális bizottságának elnöke. Ma sétálni jöttem egyszerűen. Régebben ugye nem így volt ez. Ha 3 alkalommal tartottam előadást a múzeumok éjszakáján, itt a Kacsáskútról, a Zsolnai Múzeumban. Idén viszont nem kértek föl, mert azt hiszem több mint 60 program van, már bele se fértem volna. Meg aki akarta, már hallotta szerintem ezt az előadásomat a kútról. Úgyhogy most a sétálni jöttem, és még egyszer megnézni a japán kiállítást, ugyanis az egyik kedvenc zsolnai tervezőm, a Zsolnai Júlia, és a nagyját azt ő csinálta ezeknek a tárgyaknak, vagy az ő dekorjai vannak ezeken a tárgyakon, úgyhogy emiatt jöttem. Előadóként és látogatóként is visszatérő tehát Horváth Tamás, és erre alapos indoka van. Ez a múzeumok éjszaka, ez a szívem csücske, ez a jobban sikerült ilyen fesztiválszerűség. Ugye ők találták ki a múzeumok ezt először, ezt az éjszakázást, azóta már van futás éjszakája, meg mindenféle éjszaka van, de a múzeumok éjszakája a legsikeresebb, és valóban egy kulturális, a legsikeresebb kulturális projekt, ami eddig történt. Ugye a múzeum a második legnagyobb intézményünk a Zsök után, és ez egy nagy programja a múzeumoknak. Ugye még nem mentek el nyaralni, mert nem mindenki ment el még nyaralni, még az iskolások még itthon vannak, úgyhogy nagyon jó az időpont is, nagyon jó van kitalálva, és hát tényleg nagyon jutányosan meg lehet nézni az összes múzeumot. Maradunk az éjszakánál és a csillagos égnél. Május végén nyílt meg, és augusztus végéig látogatható az űr, Alternatív Kozmoszok című kiállítás Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben, az M21 galériában. A tárlat 65 művészt és 250 műalkotást egyesít 1200 négyzetméteren, ami egészen különleges utazásra invitálja a látogatót, avagy az űr, ahogy a művész lélek látja. Amikor ezt a kiállítást kigondoltuk, kitaláltuk egyáltalán, hogy legyen, akkor az volt a célunk, hogy mindenképpen a fényfesztivállal valamilyen kapcsolatban, vagy valamilyen fajta szimbiózusban legyen.
És én azt szeretném, vagy azt reméljük én és a munkatársaim ettől a kiállítástól, hogy mindazok, akik egyébként az idén kijönnek a Zsolnay negyedbe, hiszen a Fényfesztiválnak lesznek nappali attrakciói, amik itt a negyedben lesznek megtekinthetők, azok ide is be fognak térni, hiszen olyan installációs elemek vannak ebbe a kiállításba, amelyek nagyon hasonló technikával épülnek fel, csupán egyetlen kötöttségük van, hogy mindegyik valamilyen formában az űr, a bolygók, a különféle alternatív kozmoszok témakörét ölelik fel. De valójában ugyanúgy videóprojekciók, vagy fényinstallációk, amik megtalálhatók itt a kiállító térben is. Persze nem csak ezek. Azt gondolom, hogy ugye onnan kell kezdeni, hogy az egész kiállítás koncepcióra arra épül, hogy a kortárs képzőművészek milyen formában viszonyultak az űr témájához. Egyáltalában a bolygók, a kozmoszok, a Földön kívüli élet kérdéséhez, vagy egyáltalán a Földön kívüli valóság kérdéséhez. És lényegében ez a 250 műtárgyat felsorakoztató kiállítás azt mutatja be, hogy körülbelül az űrverseny időszakától, ami a hidegháborúval egy időben esett, tehát az 50-es évek végétől egészen napjainkig milyen értelmezései vannak az űrnek, a kozmosznak, a képzőművészet szemszögéből. A kiállítás tervezőinek, szervezőinek az volt a szándéka, hogy megépítenek kvázi egy űrállomást, amit a közönség bejárhat, és így szerezhet egyedülálló élményt. A dokkolás után különböző zsilipeken keresztül lehet megközelíteni a különböző bolygókat, vagy a különböző tereket, amelyek mind-mind más tematikát képviselnek. Tehát ugyanúgy van, ugye itt az első termet úgy hívjuk, hogy landolás, terepgyakorlat, ez a megfigyelő bolygója más néven, ahogy magunk között is hívtuk, hiszen itt csupa olyan műalkotás van, ami valahogy kívülről figyeli az űrt, és olyan eszközöket talál ki, amelyen keresztül kívülről lehet figyelni az űrt, vagy lehet kapcsolatban lenni az űrrel. Széchenyi Nagy Lóránt installációja, amit kifejezetten ide készített, valóságosan, gyakorlatilag a 24 órában kapcsolatban van az űrrel, hiszen érzékeli egy űrszondának a mozgását, és abban a pillanatban, hogy az űrszondát érzékeli, az rezgésbe hozza a maga erőterével azokat a hatalmas nagy fém függönyöket, amiket a Lóránt felfüggesztett, és a függönyöknek a mozgása, a rezgése pedig egy hangeffektust vált ki. Tehát egy nagyon komplex és abszolút a fizika törvényszerűségeinek megfelelő ilyen módon a művészet és a tudomány határán lévő installációra beszélünk mondjuk az ő esetében. Ami mondjuk a Fény Fesztiválhoz szorosabban kötődő, kifejezetten fényvetítéses, fiktív bolygónk, az Csontó Lajosnak a munkája, ami a Még nem elég címet viseli, ez az installáció címe, de valójában egy olyan bolygó, egy olyan fiktív bolygó, ami egy kicsit a mi földünket mutatja be, meglehetősen kritikus, vagy egy kicsit talán pessimista hangvétellel is. A második zsilip az egy olyan átjáró a terepgyakorlatoktól az űrmúzeumnak nevezett térbe, ahol egy amerikai és egy szovjet űrhajós nőnek a hangját halljuk, egy amerikai űrhajósnak és egy szovjet űrhajós nőnek a hangját halljuk. Ez volt az utolsó összekötetésük a Földdel. Tehát tulajdonképpen azoknak az űrhajósoknak állít emléket ez a zsilip 2, akik nem tértek vissza soha. Aztán vannak még a harmadik terem, ami tulajdonképpen az alternatív kozmoszokat jeleníti meg, az pedig arról szól, hogy hogyan lehet akár hétköznapi tárgyakból egy kicsit ilyen űrös vagy kozmikus valóságot létrehozni. És Dej Balázs fotói például kiváló példái ennek, vagy Iski Kocsis Tibornak azt mondhatnám, hogy installáció, mert egy egész falat betöltő munkáról van szó, ugyancsak nagyon jól példázza ezt, vagy Krízus Áprilisnak a hanginstallációja, tehát mindegyik valamilyen formában egy fiktív, kozmikus valóságot teremt. Hasonlóképpen mondjuk a Nagy Karolnak a Fekete Holdak című munkája, vagy a másik munka, ami Palotai Gábornak az Odysseus videóinstallációja, ami pedig kifejezetten átvisz minket egy nagyon erősen geometrizált, rendszer által meghatározott világba, egy útvesztőbe, amiben egy idő után úgy érezzük, hogy mi magunk is belekerülünk. Az űrutazás záró termében is egészen különleges installáció várja az M21-es űrkiállítás látogatóit.
Ugye ezek tulajdonképpen ezek konténerek, annak is készültek, egy kicsit hasonló az űrállomásoknak a struktúrájához. Abban Vári Sándornak van a Tejút című videóinstalláció, videó és hanginstallációja, amit Polgár Évával közösen, a Polgár Éva a zeneszerzője ennek hoztak létre, és itt azért is fontos a zeneszerző személye, hiszen ők nem kevesebbet csinálnak, mint kvázi megzenésítették a Tejút rendszerben megjelenő csillagképeket, mint egy kottát használták, és orgonán lejátszotta a zeneszerző ennek a csillagképek, vagy hát a Tejút rendszerben megjelenő csillagképeknek az összképét. Tehát tulajdonképpen azt halljuk, hogy hogyan szólalna meg a Tejút rendszer. A videóinstalláció pedig arról szól, hogy a Tejút végül is az a csillagkép, amit évezredek óta mindenki, aki a Földön élt, mindig látott. És lényegében ezt mutatja meg, hogy a legkorábbi embertől kezdve egy futurisztikus valóságig mindenki fogja látni addig, amíg ebbe a rendszerbe létezhetünk. Alternatív kozmoszok, alternatív meglátások. A folytatásban az M21-es űrkiállítás munkatársával beszélgetünk, elsőként arról, hogy miképpen került a csapatba, és miképpen lett a pécsi kiállítás univerzumának része. Én májusban kerültem ide, mint műtárgykezelő, és külön erre a projektre készültem fel. Az űrkiállításnak a kurátora Százados László és Fekete Valéria, és ő kért fel arra, hogy a műtárgyaknak a biztosítását és a kezelését segítsem ebben a kiállítási folyamatban, és a begyűjtéshez is nagyon fontos volt, hogy minden intézménybe személyesen vegyem át a műtárgyakat. Több mint 200 festményről, tárgyról és grafikáról van szó, amit itt most kiállítottunk. Méghozzá, hát igen, neves alkotókkal, azt tegyük hozzá. Igen, itt van például Kondor Bélától, Vazarellitől is például még olyan munka, ami a raktárakból kerültek elő. Tehát az fontos kiemelni, hogy ezek nem állandóan bemutatott művek, hanem olyanok, amiket a nézők most itt láthatnak először Pécsen, és ilyen volumenű kiállítás eddig az M21-ben egyébként nem is volt. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézzen meg. A tematika megszületett, ugye az űr, alternatív kozmoszok. Hogy indult a kutatás? Hogy mondjuk felkeresni azokat a különböző gyűjteményeket, ahonnan érdemes szállítani. Ez általában a kurátoroknak a legfőbb feladata szokott lenni, hogy egy koncepció alapján az intézményi gyűjteményeket kutatva áttekintsék, hogy egyáltalán mik azok a munkák, amik számukra relevánsak tudnak lenni, és emellett pedig kereskedelmi galériákkal is felvette a kapcsolatot, de a legérdekesebb számomra mindig az, amikor egy-egy művészt felkér arra, hogy helyspecifikusan erre a kiállításra hozzon létre egy műalkotást. A mögöttem látható mű is egy ilyen alkotás, ami direkt ide készült most, Széchenyi Nagy Lóránnak a Kozmikus Frekvenciák című művel látható és hallható. Azért érdekes ez, mert az interakció az úgy tud létrejönni, hogy egy műholdnak a frekvenciáit mutatja be rezgéssel és hanganyaggal ez a munka. A különböző magasságú alumínium fóliákat egy-egy hangfal rezgésbe hozza. És ez egy olyan random módon történik, ahogy a távolság alapján a műholdnak a frekvenciáit érzékeli az általam, vagyis a mögöttem látható szerkezet, és a műalkotást egy kicsit ilyen mérnöki módon hozta létre az alkotó, ami nekem ez a kutatásnak a folyamata is inspiráló, hogy egyáltalán ezt hogyan lehet vizualizálni. És engem arra döbbentett rá, hogy ez nem csak a 21. században egy természetes mindennapjainkat behálózó folyamat, mert hiszen a telefonokat is ugyanez a technológia üzemelteti, az internetet és a GPS-t ezt használjuk. Tehát, hogy észre sem vesszük azt, hogy nekünk napi szinten van kapcsolatunk az űrrel, és itt ebben a munkában egy picit ezt a mindenséget is meg tudta érinteni a Lóránt. És én nekem ez egy kedvenc munkám itt. Amikor megszólalt át, és ezeknek a fóliák, az azt jelenti, hogy a közelben, hát idézőjelben közelben jár egy műhold? Igen, ő pontosan meghatározta, hogy melyik az a műhold, le is írta, és ő csak ezt az egy frekvenciát használja fel, miközben másik alkotónál egy másik fajta műhold az, ami szintén egy hanganyagot tud reprodukálni. És fontos volt a többi alkotónál, hogy inspirációként használják fel ezeket a
mesterséges égi testeket. Itt láthatók a kiállításon egyszerre makettek is, egyszerre grafikai alapon, stilizált módon megjelenített képek is róluk. És ez azt jelenti, hogy a művészeket folyamatosan inspirálta maga ez a mérnöki tudás, ez a kozmosznak a felismerése, és egyáltalán az, hogy mik a határai az emberiségnek. És ez szerintem egy fontos üzenet ebben a kiállításban, hogy a nézőközönség is egy kicsit ezt a kapcsolatot tudja érzékelni, és az még egy plusz furcsa dolog, hogy ehhez mind a föld alá kell lejönnünk itt az M21 galériában, és ezt úgy tapasztaljuk meg, hogy egy elszigetelt térben vagyunk. A kiállításnak a koncepciója is ezt tükrözi, hiszen mindegyik terem egy-egy kvázi zsilipnek a hangulatát tematikusan idézi meg, hogy más-más történeteket ismerhetünk meg más-más korokból. Egészen a 60-as évektől kezdve vannak itt makettek és fotóanyagok, ugyanakkor a legrégebbi kiállított műtárgy az egy olyan enciklopédia, amit 1890-ben készítettek az égitesteknek a fény erejét grafikonokon rögzítették, és az a megdöbbentő ebben, hogy annyira precíz, hogy a mai komputeres vizsgálat alapján kiszámolták, hogy teljesen megegyezik azzal, amit a számítógépek is generáltak. Tehát, hogy abszolút olyan csillagászok voltak már több mint 100 évvel ezelőtt, akik nagyon-nagyon pontos megfigyeléseket tudtak tenni. Mielőtt tovább sétálnék, egy picit mesélj arról, hogy mit jelent maga a titulusod, a műtárgykezelő, mert én úgy gondolom, nem csak logisztikai feladatokról van szó. Hát valóban nem. Először is, amikor átvesszük a műtárgyakat, akkor sokszor van olyan, hogy egy-egy intézmény, mint például a Szépművészeti Múzeum, egy kísérő szemét, egy kuriert küld ki, egy ilyen kollégám is volt itt, aki biztosította azt, hogy a műtárgyak épségben megérkezzenek, és aztán az installálásnál is, amikor felraktuk a falra például a képeket, akkor ő segített nekünk, és ezen kívül, amikor nem csak ott áll meg a munka, hogy felraktunk valamit a falra, és jaj, de szép, és örülünk neki, nem biztosítani kell azt, hogy a páratartalom, a hőmérséklet minden előírások szerint tudjon lenni, ahogy a szerződésekben vállaltuk, hiszen műtárgyakról van szó, amelyeknek az lenne a lényeg, hogy 100 év múlva is megcsodálhatóak legyenek, és ez számunkra egy olyan feladat, amit állandóan kontrollálni kell és figyelni, hogy mi történik. Tehát ez az egyik oldala, és a következő, amikor pedig a kiállítást lebontjuk, akkor én fogom csomagolni és visszaszállítani őket és átadni a műveket. Ez egy ilyen szerelem dolog is én nekem azért, mert annak nagyon örülök, hogy például Vazarelli műveket saját kézbe vehettem, és hogy itt én is találhattam, mert az mindig is egy olyan izgalmas dolog, amikor egy nagy névnek igaz, hogy ő már nem él, de hogy a műveink keresztül kapcsolatba léphetek velük, és hát külön öröm az, hogy ő, mint pécsi származású alkotó, elég komoly anyaggal szerepel ezen a kiállításon. Azt, amit érdemes róla még elmondani, hogy ő volt az első olyan művész, aki a világűrbe felküld a grafikáit, és amikor azok visszajöttek a földre, akkor ő azokat nagyon jó pénzért is el tudta adni. De nem csak egy marketing fogásról van szó, hanem valóban ott az embereknek van egy olyan kapcsolata, hogy ez a mű oda is eljutott, ahova nagyon sokan valóban nem is fogunk eljutni az életünk során. Még egy kis kulisszatitok, mert azt tudom, hogy a Le a kalappal szekcióba tartozott az átállás, hiszen azt hiszem egy hetetek volt arra, hogy az André Kertész kiállítást követően installáljátok ezt a teljes M21 galériát. Kettő hetünk volt. Kettő. Igen. Felkészült riporter. Igen. Hát azért érdekesség a dolog, mert az André Kertész az csak egy termet foglalt el. És most ez a kiállítás az összes termet lefoglalja, több száz négyzetméteren láthatók ezek a művek, és ezáltal sokkal intenzívebb ez az élmény, amikor az ember végigjárja, és én azért gondolom azt, hogy megérte ezt a nagy munkát és ezt az előkészületet, mivel sok olyan vendégünk van, aki visszajön újra és újra, és hogy így még többet szeretne megérteni a kiállításból. És ez a két hét volt azért is fontos, hogy ilyen elosztásba tudja működni, hiszen amikor, mint mondtam, nem csak felakasztjuk a képeket a falra, hanem amikor a művészek idejöttek, akkor ők itt ezt egy munkahelyé, egy műteremmé varázsolták a kiállítóteret, és ők itt dolgoztak. És őnekik akkor segítenem kellett, hogy a feltételek alapján akkor meg tudják valósítani a helyspecifikus
fantasztikus alkotásokat, és ez is egy külön élmény ilyenkor együtt dolgozni valakivel, mert hát az az alkotási folyamatnak a része. Ezért egyszerre jó az, amikor már nagy nevű és régebbi időkben alkotó művészeknek a munkáit is megismerhetem, de ugyanakkor meg a fiatal kollégákkal együtt tudunk dolgozni, ez mindig felemelő tud lenni. Túl néhány zsilipen, sötét terembe jutunk, ismét rendhagyó installációval. Csontó Lajosnak a Még nem elég című műalkotásának a helyszínén vagyunk. Egy önálló termet kapott ez az installáció, és azért is izgalmas, mert hát eddig megszokhattuk a többi teremben, hogy a falon ott vannak a képek, egy statikusabbnak mondható jelleggel mi járhattuk körbe a kiállított teret. Itt viszont magát a lebegés élményét próbáltuk egyébként szimulálni azáltal, hogy egy gömbre van vetítve, egy olyan random internetről letöltött képsorozat, ami egy kicsit szürreális élményét teszi ezt az egész képélményt, és amikor ide bejön az ember, akkor egy-egy babzsákban leülhet, és egy kicsit relaxálhat, lepihenhet az eddig begyűjtött információk alapján, és egy kellemes zene kíséretében egy álomszerű képben járhatunk itt végig, és egy kicsit meditatív állapotot tud teremteni ezáltal a Csontó Lajos. Van benne egy úszó figura, mint hogyha a levegőben lebegne, és azáltal, hogy ezen a gömbön is egyébként itt a sötét, feketére festett teremben jelenik meg a kép, az ember egy kicsit úgy érzi, mint hogyha önmaga is lebegne. Talán azért is szeretem kiemelni ezt a munkát, mert egyszerűen egy költői kép van ebben az egészben, egy szavakon túli olyan gondolatvilág, aminek egy ilyen kellemes, egy ilyen jó érzésű hangulata van. És az, ami most talán nem látszódik, de amikor a projektorok pedig a gömbön túlra ilyen fénycsóvaként egy picit a sziluettet rávetítik még a falra, akkor a számomra olyan, mint amikor a napfogyatkozás, a hold és a fénynek egy-egy képe megjelenik. Tehát olyan részleteket tudunk észrevenni ezekben a fény és hanghatásokban, ami egy kicsit tényleg így rávilágít arra, hogy az itt és most, az most hogyan tudjuk megtapasztalni. És nem mondanám teljesen azt, hogy spirituális élmény is tud lenni, de egy olyan elvont hangulat, ami a hétköznapjainkból azért ki tud rántani. Említetted, hogy májusban érkeztél. Előtte milyen kötődéseid voltak az űrhöz? Legyen akár gyerekkori álom, hogy űrhajós leszek, sci-fi szeretet, ehhez hasonló? Hát én sci-fi fanatikus voltam mindig is, és hogyha választanom kell a Star Wars és a Star Trek között, akkor egyértelműen a Star Trek. Habár ez a képi világ, amikor űrlények és a furcsa díszleteknek a körében mozog az ember, akkor az így inspiráló volt, és hát többször is dolgoztam filmstúdióban korábban, díszletépítésnél, és ez volt az egyik elindítója annak, hogy én itt Pécsen szobrászként végeztem, mert foglalkoztatott a mintázás, a szoborkészítés és a maszkoknak az elkészítése, de ugyanakkor ez már később átalakult egy másik fajta érdeklődési körbe, ezért volt, hogy filmet is rendeztem, fotóval kezdtem el foglalkozni művészként és kerámiával is. És a doktori iskolába pedig tavaly szeptemberben végeztem, most doktori jelöltként vagyok, és a témavezetőm Nagy Márta keramikus művész. Tehát, hogy a pécsi galériákkal én évek óta dolgozom együtt, tehát az, hogy májusban én elkezdtem itt hivatalosan dolgozni, az egy több éves munkafolyamatnak az egyik része csak. Tehát ez a képzőművészettel való kapcsolatom az elmúlt 15 évben folyamatos. És ahogy olvastam például, még mielőtt csatlakoztál volna hivatalosan, a Covid idején a közártban is részt vettél alkotásra? Igen, a Fekete Valiékkal volt egy olyan közös projektünk, hogy amikor nem lehetett kiállítani sehol sem, és minden üzlethelyiség majd, hogy nem zárva volt, akkor az egyik ilyen kiállító helyként átfunkcionált boltnak az előcsarnokában kiállítottuk az egyik szobromat, aminek hát sikere is volt, meg az emberek ott érezhető volt, hogy így azáltal, hogy nyílt egy kicsi fókuszpont a karantén idején arra, hogy még kimozdulhatnak, akkor így jöttek, és voltak negatív, érdekes és izgalmas visszajelzések is, mert hát mindenki másképp értelmezte a szobrot, amit készítettem furcsa módon 2019-ben, még a Covid járvány előtt teljesen másik induló pontból, de egy ma már Covid szoborként, egy Covid vírus maketként értelmezhető munka. Ami számomra szokatlan volt, hogy
ebben a helyzetben jelenítődött meg a művem, és a ugyanakkor azt éreztem, hogy ez nagyon fontos, hogy az embereknek legyen egy kapcsolata újra a művészettel, és ezért örülök annak, hogy most ebben a kiállító térben megvalósulhatott ez a kiállítás, hiszen ez tavaly kellett volna a Covid idején, hogy amikor a holdaszállásnak az évfordulója volt, megvalósuljon, de most idén valószínűleg meg is lesz hosszabbítva, és ezáltal még több kedves közönség számára nyitva lesz, és hogy eljöhetnek megnézni. Ennek külön örülök. Én is ezt szerettem volna zárásként, hiszen megvan a szlogen Pécs nyitva, tehát most már lehet kiállítani, úgyhogy zárómondatként egy személyes invitálást a közönség számára kérlek, mondj. Aki még nem járt az űrben, az most itt Pécset megteheti az M21 galériában az űr című kiállításon, és minden korosztálynak ajánlom a kiállítást. Vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy a gyerekeknek is érdekesek lesznek, diavetítések, és a szomszédos planetáriumban is ellátogathatnak. Tehát egy olyan komplex program van itt, amire egészen szeptemberig várjuk a közönséget. Önök kulturális magazinunkat, a Tónusokat látták. Következő adásunkban a 6. Zsolnai Fényfesztiválról láthatnak összefoglalót. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.